Na, azért vagyunk itt, mert kóstolunk. Mit kóstolunk? Pálinkát? Gyümölcslekvárt? Az olyan pici! Sáskát. Azt hittem, hogy nagyobb. Sáskát fogunk kóstolni. Kell ez nekünk, Kolos? Oké, okay, na. Pontjuk ki. Vállalom a pontást. Jó, hát, szóltak. Jó. Nagyon fasz a kis csomagolásban egyébként. Francia? Hát francia. Hát, franciák minden szar. Franciák minden szar kitalálnak. Ez dehidratált sáska. Dehidratált sáska. Élve dehidratálták. Ezeket úgy termesztik. Ez dehidratált fűszerezett. Még megsütve, sincs megsütve. Dehidratálva. De ne basszál már fel! Valahogy gusztusosabb lenne meg. Erről kurvára nem volt. Na mondjuk ki. Hát azt hittem meg van sütve, pirítva, vagy be kell tenni a mikróba, vagy valami. Na bazd meg! Elég nagyok, és a kis szemük is látszódik egyébként. Azt azért örültem volna, nem látszódik. De most emberi fogyasztásom alkalmas? Ja, igen, igen, rá vagyok. Koriander, fekete bors, fehér bors, fűszerezési dehidratált sáskák. Összetétel, fűszerek, őrölt koriander, őrölt fekete bors, fehér bors, csilipor, kemény mag, húzaliszt, ennyi. Finomokat nem fogunk amúgy enni? Nem. Ez a műsor nem arról fog zónni. Kevésbé, vagy az azért vágyom egy életre? Meg szeretném illatolni őket. Szerintem ne szaglásszuk, csak együk. Az lesz a biztos. Hát, szerintem tele van nyomva fűszerre, úgyhogy... Ja, csonti! Vagy várjál, mi ez is a sajt? Szag. Valami haleledelnek a szaga. Macskatáp szaga van. Nem haleledel? Nagy egy darabot, egy szépet, ami nincs szétesre. Szépet! Ez itt egy egész szép példa. A legnagyobb. Nincs neki lába. De a lábai azok nincsenek meg. Anyád! Hogy szemez veled? Azt mondják, hogy ilyeneket fogunk enni a jövőben, szóval ideje elkezdeni. Mit mondan erre a földművelésügyi miniszter, bazd meg? Magyar ember nem ehet sáskát meg rovarokat. De itt amilyen kicsit eszed, az nem éje. Ugyanúgy mosolyog rád. Most a fejébe kezdjük, hogy a potrohával. Nem akarom megenni most így, hogy ránéztem és így a szememben nézett. Egyébként van az alapfűszerkeverékekben valami hasonló, csak nem tudom, hogy melyik. Hát, ha ez a jövő, akkor ez elég szar. Csirió. De nem szorodott egészség. Egybe, én csak legyen lehorpom fejét először. Hát olyan... Nem merem, bassz meg. Hogy kéne egybe? Tudod, egyébként nem olyan vészes, csak így... Tedd rám a zoomot, Kolos, mert ez kijön. Ne nézd a szemét, az a titka. Ettem már rosszabban. Mit például? Nem tudom. Egyszer meg lehet tenni. Gyere már, hát nézd, hogy van szarva. Ne legyél már ilyen csicska. Azt hittem, te lesz a legbátrabb. Amúgy igazából a fűszert lehet legjobban érezni amúgy rajta, igen. De van egy ilyen furcsa ilyen dögíze, vagy nem tudom, mit nem érzitek? Inkább az, hogy az egész annyira száraz, hogy szinte szétesik. Anyám, még egyet. De miért kell nekünk ezt tenni? Nem olyan jó. Ó, van láb is. Na, de annyira nem rossz. Az meg szárnya. Ezzel titerázott. Szárnyát adjam már. Szárnyát vagy combját? Kicsit olyan halas dögös, na, fűszeres ízom. Na, például le van fejezve, ennek nincs feje. Szóval most teszem a fejét. Ez úgy néz ki, mint egy hal. Sőt, hal, csak ilyen fura. Köszi. Figyelj, lehető. 10 gram, 4000 forint. Szállítás. Nem számolom ki a kilót. Az a baj, annyiért nem éri meg. És mit szóltok? Nem finnom. Kell ez nekünk? Hát, nem. Azért, amíg van más, addig nem. Nem? Amúgy van egy meglepetésem is. Tényleg, van finnom is? Műzli, sáskából. Na, mi van? Vettem egy plusz cuccot, ez egy műzli sáskából. Hát az, hogy filmnézés közben nem ez jutna eszembe. Kérlek, alássa, magas fehérje tartalmú protein szelet tücsökből. Ez tücsök, nem is sáska, bocsim. Tücsökből, almafahéj és karamellizesítéssel. Ilyen egész mandula, karamell, 9%, édesített tej, mandula püré, méz. A tücsök por van benne igazából, amúgy 5,5%, szóval. Hát akkor eléggé meg. Kukacot kellett volna enni. Kukacot. Ne adj ötleteket! Amúgy nem rossz így a sáska, így még ennék, de nem finom. Kösz. Darab szar. Ez egy darab kula. Nem gondolt. Ez egy darab kula. Nem gondolták túl a srácokat. Várja úgy, hogy igazából ennek a nagy része... Isten tudja, szar szaga mi... van, de nem azért. Gyakorlatilag, amivel összetapasztották anyag, az a legtöbben. Egyébként az a kutyaszar. Az minimális. Kutyaszal, még almából is több, majdnem több van benne. Amúgy jók a fűszerek ezen a poloskán, vagy miatt a kömetetként. Na, bon appetit! Annyira beharangozták ezeket a tücsköket, azt hinni... Nézd, az kell studio? Vagy... Szerintem igen. Ó, nézd már, az milyen drága dolog már. A szaga is tényleg kurva szaga. Miért rossz a szar szaga? Elég bizarr.
Vannak egyes arab édességek, amik ilyen valami zselés anyaggal vannak nagyon összetapasztva, azoknak van néha ilyen szaga. Ebben nem érzem a dögízt. Ebben minden érződik, csak az nem, hogy valami special van benne. Tudjátok, mennyibe kerül? Vajon megy átra? Ja, nem figyelj. Tücsökből van. És a mellé ezt összekossuk a kettőt. Egy kis lábat is tettem hozzá. Együtt egész jó, fűszeres, édes. Arról volt szó, Kolos, hogy egyszerűbb az előállítása, kevesebb édes víz kell hozzá, hamarabb megnőnek, rövidebb az életciklusok, és kevesebb kaját tesznek, akkor miért drágább? Már azért az kurva sok kell belőle. Hát de... Gyorsan tudnak szaporodni. Nem arról volt szó, hogy ez fogja megváltani minket, vagy azért, mert még kulináris élmény? Szerintem még most túl ritka. Szerintem erre várjunk még. Meg még lehet, hogy Franciaországban gyártják, akkor eleve ugye még... Ki akarja ezt megenni, könyörgöm? Te. Most teszed ember. Most teszed. Nem akarom. Jó, akkor ez ennyi. Köszönöm, hogy megnéztétek, és akkor tetszettek, dobjatok egy lájkot, hanem akkor egy diszlájkot, és akkor... A tücsös protein szelet viszont, azt tegyétek. És akkor folytatjuk majd a következő videóban. Kellett az nekünk, Kolos.